Ez a két tűz között az Ultrahang, az ATV és az Árral szemben YouTube csatornáinak közös műsora. Ezúttal Gavra Gábor vezeti, mert Király Tamás barátom szabadságát tölti, jó pihenés neki, mi pedig itt vagyunk Krausz Tamás tanárúrral. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat ezen a héten is. Hétfőn beszélgetünk, július 31-én, ezért kifejezetten törekszünk rá, hogy távlatibb megközelítést alkalmazzunk, és kevésbé a napi eseményekről beszéljünk. Úgy, hogy a most kezdődött, vagy kibontakozó ukrán ellentámadásról majd jövő héten fogunk beszélni, mert addigra okosabbak leszünk ebben az ügyben, viszont történt jó néhány egyéb dolog, amit úgy is meg tudunk vitatni, hogy hétfőn vesszük fel, és csütörtökön kerül, meg pénteken kerül ki a YouTube-ra ez az adás. Elkerülhetetlen, természetes és teljesen igazságos Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint, hogy a háború visszatérjen Oroszország területére, pontosabban elérje Oroszország területét is. Itt az elnök a vasárnapi moszkvai ukrán dróntámadási kísérletre utal, de beszéljünk egy kicsit általánosabban, mert ugye azt figyeltük meg, és többször beszéltünk is róla itt a két tűz közöttben, hogy Oroszországot egy picit azért nem picit, szinte alig érintette Oroszország belső életét a maga a háború. Természetesen voltak olyan akciók, amelyek orosz területen következtek be. Éppen a múlt héten beszéltünk arról, hogy maga a moszkvai rezsim keményebbre váltott bizonyos ellenzéki jobb és baloldali személyekkel, illetve csoportokkal szemben, de maga a harci tevékenység, minthogyha nem akarnak kiterjedni orosz területre, elkerülhetetlen, ez igaza van az ukrán elnöknek? Hát mondjuk abban biztosan nincs igaz, hogy most kerülnek át az a katonai események orosz területre, hiszen hónapok óta folyik a nyugati, délnyugati orosz területek rakétázása, civil infrastruktúra szétlövése, csak a magyar sajtóban ez nem nagyon jön át, tehát a napokban csak példának okáért mondom, hogy a Brjanszki területet több mint 80 rakéta érte. Tehát ha ez, arra vonatkozik... Ez Oroszország nemzetközileg elismert területe, vagy a háború során megszállt? Nem, hát ezek a háború előtti területek. Csak olyan nézők. Na nézők, igen, a Rosztovi terület, Brjanszki terület, amelyeket a legtöbb ilyen támadás ér, úgyhogy a nyugat-oroszországi mindennapokban kezd beavatkozni a háború, és ez Zelenszkij és az amerikaiak stratégiája, hogy áttolják minél jobban a rendszer ellen hergeljék a lakosságot, és a legegyszerűbb a rendszer ellen hergelni, úgyha a mindennapi életek szövetét szétroncsolod. Na most ez a tétje ennek az egésznek, és kétségtelen, hogy ez nem sikertelen. Tehát ez rossz hangulatot szül, nem beszélek a hidak elleni terrortámadásokról, nem ez az első Moszkva elleni támadás. Ez egyelőre nem ingatta meg a Putyin tekintét és hatalmát természetesen. De voltak olyan akciók. De voltak akciók, amelyek nagyon súlyos következményekkel jártak a mindennapokra. Hát azokon a területekről, amelyekről beszélek. Tehát itt emberek ezreit, tízezreit érintheti, ha például fölrobbantanak egy olajvezetéket, vagy egy olajbázist, felrobbantanak egy vasúti hidat, akármit, ennek szörnyű következményei tudnak lenni a mindennapokra. Tehát legyen empátiánk az ott élő emberekkel, mint ahogy van empátiánk az ukránok iránt, az ukrán civilek iránt, a menekültek iránt, és a kétségtelen nagyszámú halottjaik iránt. Tehát ezt itt látni kell, hogy ez a háború további eszkalálásának stratégiája, és hát bejelentette így, ilyen értelemben, nem csak PR akcióról van szó az Zelenszkij részéről, amit megszoktunk tőle, hát ő egy jó színész, rossz politikus
ellentmondásban mozgott, de ezt most nagyon őszintén és tényleg határozottan bejelentette, hogy eszkalálja a háborút, és eszeágában nincs semmilyen béketárgyalás folytatni. Ez az üzenet. Ezt így megvannak, meg kell mondani, megvannak az eszközei az eszkalációhoz? Mert minden, láthatóan egy-egy támadáshoz megvannak. Minden eszköze megvan. Tehát az Egyesült Államok és Nyugat-Európa tényleg minden követelését kielégíti. Még a F-16-osokat szeretne, még szerintem azt is meg fogja kapni. A Blinkenék teljesen ebbe az irányba mennek, hogy vállalják a háborút, tehát most már nyíltan ez egy orosz NATO háború. A nevükre vették a... De igen, ha szabad ezt a kifejezést, aztán ez igen szellemes. Nevükre vették a háborút, kitartanak, és ez semmi jóval nem kecsegtet. Tehát azt kell látni, hogy maga az egész új stratégia, ez a terrorista stratégia, itt nem arról van szó, hogy elterelik a figyelmet, nem, ez a háború eszkalálása, és ahogy a múltkor is mondtuk. Tehát ez maga a terv, tehát nem a tervről elterelő nem, valami, ez, hanem ez maga a terv. Ez része a tervnek, hogy főleg amikor te katonailag gyengébb vagy, akkor ezeket a terroreszközöket felhasználod, vagy a háborúkban szokás felhasználni, és ha erre a hagyományra gondolunk ezen a területen, amiről beszélünk, akkor ez benne van. Igen, egy egész adást egyébként szenteltünk a partizán háború, gerilla háború. Igen, ezért nem akartam kérdéskörének itt a két közösségben. Nekem az a kérdésem, hogy azt értem, hogy az ukránoknak nyilván nyugati segítséggel, meg NATO segítséggel, vagy felügyelet alatt akár megvannak az eszközeik ezeknek az akcióknak a folytatásához. Megvan-e az eszköze Oroszországnak arra, hogy kezelje ezt a helyzetet? Az a probléma, hogy az oroszoknak így egyre kevesebb lehetőségük marad a diplomáciai megoldásokra, egyre kevesebb marad a kompromisszumok megkötésére, és én attól tartok, hogy ez az utolsó emberig fog menni a kapitulációig. Tehát a nyugat elhatározta, Zelenszkij beleegyed, nem mentegetem a Zelenszkijt félreért, és ne essék, hát ő felelőssége tartozik sok százezer ukrán haláláért, Ukrajna lerombolásáért, gyakorlatilag, mint állam megsemmisülésére, én ezt nem tagadom, de azt látni kell, hogy ez egy módszeres nyugati stratégia, hogy végig akarják vinni a háborút. Szó sincs tárgyalásról, ez kiderül abból, amit a Blinkenék mondanak, ráadásul ez a hölgy, aki az egész konfliktus kirobbanásában, vagy kirobbantásában olyan nagy felelősséget vállalta, Victoria Nulannak nevezett hölgy, nevezzük így, nagyon magas funkcióba emelkedett, azt hiszem, hogy helyettese lett a Blinkennek, tehát látszik, hogy el van határozva az amerikai külpolitikai vezetés, hogy végigviszi a háborút a legutolsó pontig. És ezzel az oroszoknak is számot kell vetni, hogy a kapitulációig megy. Tehát valamelyik félnek meg kell adnia magát ebben a háborúban. Meg kell adnia magát ebbe az irányba meg most. Hát ha holnap hirtelen az amerikaiak úgy döntenek, hogy na mégis tárgyaljunk, akkor egy új helyzet áll elő, de mi most 2023. július 31-én vagyunk, ha nem tévedek. Ma ez így látszik. Nagyon nehéz egyébként pont az elszántság miatt, most nagyon nehéz elképzelni 2023. júliusában, amint valamelyik fél megadja magát. Tehát az adott félre elképesztően erős csapást kell mérni ahhoz, hogy befejezze a harcokat. A tanár úr fejében van olyan forgatókönyv, amelyik nyomán bármelyik fél azt mondja, hogy ő beszünteti a harcokat? Mert egy kicsit úgy tűnik, hogy pont a már említett veszteségek miatt mindkét oldal otthon is nagyon nehezen adná el, nem? Hogy igen, de a katonai szakértők azt mondják, hogy amikor egy hadseregnek a kétharmada megsemmisül, akkor tulajdonképp kapitulációs helyzet áll elő, tehát az egyik fél összeomlik, és
őszintén szóval Ukrajna nincs messze ettől a helyzettől. Tehát azok a veszteségek, ki tudja pótolni a NATO ezeket a veszteségeket? Például egy újabb információ, hogy Nagy-Britannia és a brit titkosszolgálatok elképesztő erőfeszítéseket tesznek, állítólag 2000 katonát, ilyen különleges kiképzett katonát akarnak átküldeni, ukrán katonát a orosz, ukrán területekre, hogy segítsék elő a Krím elleni támadást. Nekem nem azt gondolom, hogy ezek nincsenek felkészülve, hanem azt gondolom, hogy az orosz védelmi vonalakat 1-2 ezer emberre nem lehet áttörni. Tehát ott vérzik el az ukrán hadsereg, hogy nem tudja áttörni az orosz védelmi vonalakat. Hogy erre van-e elegendő eszköze, azt nem tudom, mert mind az orosz légvédelem, mind a rakétatüzérségi eszközrendszerek, azok nagyon működőképesek, amit sajnos semmi máson nem lehet mérni, mint az ukrán katonaság fizikai pusztulása. Ugye erre szoktuk mondani, hogy egyikünk se szereti az élőerő kifejezést, mert itt ugye emberekről van szó, hogy akkor az a kérdés, hogy élőerővel, tehát emberekkel mennyivel bírja az a nagy katasztrófa, ugye mi elhatároztuk már hónapokkal ezelőtt, hogy nem moralizálunk, és megpróbáljuk a legkevesebb propagandát, és a legtöbb tényszerű vizsgálódást, hogy a nagyhatalmi globális érdekeknek, a nagy tőkés társaságok érdekeinek nincsenek emocionális felhangjai, csak a profitja van. Ha most igaz ez az állítás, akkor értjük meg, és szerintem ez az állítás igaz, hogy nem számít, hogy mennyi ember pusztul el egy ilyen kapitalista háborúba. Igazából ez nem szempont. Itt beszélgettünk arról, hogy ez az új amerikai film, az Oppenheimer, hogy milyen világosan megmutatta már ezelőtt 80 évvel korábbi állapotban, vagy majdnem 80 évvel korábbi, az 1945-ös amerikai atomtámadása, ugye a két város ellen Japánban, Hiroshima és Nagasaki ellen atomtámadás, milyen mértékig volt kiszámított. Tehát az amerikai uralkodó osztálynak van egy olyan többségi csoportosulása sok-sok évtizede, amelyik a nyers erőszakban érdekelt, és az érdekeknek ebben a nyers védelmében nem is nagyon konspirálták el, mint kiderült, tehát igyekeztek, hogy a döntésnél még azt is felmérték halálpontosan, hogy hány civil fog meghalni, pontosan tudták, mit cselekszenek. Ezért nem gondolom azt, hogy 80 évvel később az iraki háború, meg a vietnami háború, iraki háború, sorolhatnánk az amerikai háborúkat, hogy ők elgondolkodnak azon, hogy ez mibe kerül. Tehát az az orosz politikai és katonai vezetés, amelyik azt gondolja, hogy az amerikaiak az ukrán hadsereg szétzúzása nélkül igent mondanak egy valóságos tárgyalásra, az szerintem egy naív vezetés lenne, ezért nem tudom el se képzelni. Most a kérdésre adtam választ, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy mi képzelhető el. Tehát az, hogy az oroszok ezt katonailag föladják, én azt nem tartom elképzelhető. Igen, ez pont ez a hogy mondjam, a problémám azzal a forgatókönyvvel, amelyről még mi is beszéltünk egy-két hónappal ezelőtt, hogy akár idén lehet valamiféle tárgyalás, hogy nem nagyon látom a csak a felek magatartását. Csak a katonai áttörés után képzelhető el, mert az oroszok tudják, hogy amíg nincs katonai áttörés, ez a felőrlésnek is ez a sajátossága, hogy lassan, de biztosan meg kell nyerni a háborút, mert tudják, hogy utána az köve, ha egy orosz vereség esete, az Oroszország pusztulása, Oroszország szétdarabolása, pontosan látják, hogy mi fog következni esetben. Itt, ha jól értem, mert erről beszéltünk már egyébként, hogy fordított esetben pedig gyakorlatilag az ukrán államiság a tét. Az ukrán államiság sorsa a másik oldalról a tét, mert régi formájában... Ha ennyire fölemelték a felek a tétet, akkor ez megint nem az optimista forgatókönyvek. Nem. De nagyon hosszan, ugyanakkor az, hogy ezt évekig nem lehet csinálni. Rendkívül nehéz, ezt nem lehet, mert ha belegondolunk,
Már ezt a véres szakaszt, ezt a korlátlan én is erre gondolok, nem lehet? Egyrészt belefáradnak az, gondoljunk a korábbi háborúkra, belefáradnak az amerikaiak, belefárad Európa lakossága, akármilyen Amerikát kiszolgáló hatalmi elitje legyen. Na de a lakosság egy idő után azt mondja, hogy ennek a háborúnak nem akarjuk a kontóját kifizetni. Ez elkerülhetetlen. Valakinek ki kell fizetni előbb-utóbb ezeket a rémes számlákat. Tehát azt nem látom a magam részéről értelmezhetőnek, akik a nyugati sajtóban még mindig tovább, újságírók, propagandisták, még mindig tovább feszítik a húrt, és azokat a népeket gyalázzák meg, ahol a felmérések szerint a lakosság többsége nem akar vérfürdőt, nem akarja tovább a háborút. Ezt valami gyávaságnak, kompromisszumnak látják. Én meg egy olyan kultúrában nőttem föl, ahol a béke önmagába vett érték, ahol nincsenek népirtások, ahol nem ölik meg föltétlenül a népek egymást a frontokon. Kiderül, hogy ma ebből a erényt kovácsolnak kvázi. Jóval kevésbé tudjuk azt, hogy az orosz sajtóban, meg az orosz nyilvánosságban mi történik, és hogyan állnak a háborúhoz. Nyilván az is egy kérdés, hogy az mennyire tekintető nyilvánosság. Tehát az orosz nyilvánosság hogyan közelíti viszont meg a háborút, követi, abból semmi ide nem viszont. Jön át. Hát azt se tudja az átlag magyar néző, de nem is a magyar még valamit tud. A nyugat-európai talán még kevesebbet tud arról, hogy hogyan viszonyul az orosz hatalmi elit sajtója a háborúhoz. Tehát az érdekes, hogy ott egy állandó békepropaganda zajlik. Tehát ők bármi, és ez nem a Putyintól jön, hát érdemes elolvasni a cikkeket, hogy béke, 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 persze az orosz feltételek alapján. Na de az ukrán válasz erre nem az, hogy ők, hát az ukrán válasz az, hogy ők is a saját békefeltételeiket erőltetik, nem szembesülnek azzal, hogy ők egyszer már fölálltak a béketárgyalástól egy sokkal jobb pozícióból, ugye ez a Johnson ügy, amiről itt beszélgetünk március. Tehát nem ez, hanem az a válasz, hogy addig nem tárgyalhatunk, amíg el nem ismerik az ő feltételeiket. Az oroszok ennél enyhébbek. Azt mondják, hogy tárgyaljunk az adott feltételekben, ahogy mostanál a dolog. És a tűzszünetre is hajlott. De nincs vevő rá. Aha. Tényleg nincs rá vevő, mert a Blinken bejelentette, hogy ma nem így, de finoman bejelentette, hogy hát tovább küldik a fegyvereket, megvan a koncepció a Krím elfoglalására, adják a NATO információs hátteret ehhez, az új támadáshoz, ami készül, stb. Sőt, már zajlik. Vagy már talán zajlik is. Jövő hétre okosabbak leszünk. Ennél többet tudunk, hogy mennyire tudnak előre törni a Krímhez. Hány métert, mert ugye a múltkori információk szerint már méterekben mérték az előretörést. Na most egy támadásnál méterekben mérik az előretörést, az nem egy sikeres valami. De minden esetre az jó, ha a hallgatók, a tévénézők, vagy akikhez eljut ez a műsor, azok pontosan tudják azt, hogy ez a háború egyre eszkalálódik, egyre véresebb, és egyre több ország keveredhet bele. Ez egy irdatlan veszély. Van reális veszélye annak, erre most egy néhány bekezdés erejéig térjünk ki, aztán szerintem lesz erről még önálló adásunk is, sajnos, hogy a lengyel-fehér-orosz határon mi történik? Erről is többször beszéltünk. Van ott konkrét háborús veszély? Lengyelek elvben vállalnának egy előretolt őrszerepét. Végül is nekik ott régről vannak hatalmi elképzeléseik, hogy Nyugat-Ukrajnával mit kellene tenni ők, és hogy ott ez a hagyomány hogy jön vissza. És végül is ne felejtsük el, hogy a lengyel hatalmi elit is, ugye rendkívül egy szélső jobboldali nacionalista hatalmi elit, ugye Duda elnök áll az élükön, ha úgy tetszik, egyszerűen más összefüggésbe ezt él.
hangsúlyoztam, de most is megismétlem, hogy Hitler óta Duda volt az egyetlen olyan elnök Európában, aki nyílt antiszemita elemeket is felhasznált a elnök választási kampányában. Én más európai politikus nem ismerek, aki az elnök választási kampányban ilyet felhasznált volna. Egyébként lehet, hogy nagyon izgalmas lesz, és lehet, hogy ebben a műsorban is ki kell majd térnünk, hogy ősszel ugye választás következik Lengyelországban, ami pont Duda elnököt nem érinti, viszont a kormányt igen. Állapotokat érintheti, hogy politikai elmozdulásra, mert a lengyel társadalomban sem mindenki nagyon nem mindenki támogatja ezt a háborús karcsörtető őrületet, amiben ez a hatalmi elit most benne van. Egy sehova se vezető, mert azt még az amerikaiak is világosan tudtára adták a legjobb európai szövetségesüknek, a legodaadóbb európai szövetségeseiknek, a lengyeleknek, hogy az nem NATO akció, ha ők bevonulnak Belorussziába. Tehát én azt nem hiszem, hogy ezt a lengyelek... Ez a lengyel hatát annyira csak nem bátor, hogy bevonul. Ismered, hogy a lókereskedőt, hogy nem bakesz, hanem bátor. Na most én ezt nem gondolom a vakságnak ezt a szintjét. A Wagnernek a megérkezése Fehér Oroszországba, ezt, hogy mondjam, közelebb visz minket ez a konfliktushoz, vagy mindegy? Elrettentő erő. Minden közelebb visz a konfliktushoz, ami nem a katonai erőszak visszavonása irányába mozdul. Tehát ilyen értemben mind a két oldalon azt látom, hogy még mindig a háború logikájába gondolkodnak igazán, és megvan mind a két oldalon a hatalmi elitben a kellő félelem, hogy nehogy gyengeségnek vegyék a béketörekvést. Ezt az előbb nem hangsúlyoztam kellőképpen, hogy az oroszokban ilyen értelemben, mintha több lenne a bátorság. Tehát az erőse, ezt mondom akkor, hogy az erősebb fél, amelyik magát erősebbnek gondolja, az hajlik inkább a békére általában. És azzal mennyire számolnak az oroszok, hogyha az ő feltételeiknek megfelelően nincs fegyverszünet, akkor ő nekik ezt, hát a nagyon hosszú ideig kell ezt a háborút folytatni. Nagyon hosszú ideig, ők szerintem senki nem számol nagyobb hosszú ideig, mert a források is kimerülnek, a lakosság is kimerül, tehát én nem hiszek ebbe a sok éves háborúba, csak akkor, hogyha befagyasztják, és ilyen apró konfliktusok, tehát mit tudom én, ahogy Észak-Dél-Koreában történt ez a dolog, vagy lehetne még több példát hozni arra, hogy hogyan lehet a háborúkat úgy lokalizálni, hogy közben azért ott a folytatódjon, de azért az egy visszafogottabb dolog. A vietnami háború egy másik példa, tehát lehet, sok minden lehetőség van. A mai feltételek közt azonban azt lehet jól látni, hogy még mindig a háború eszkaláció szakasza van, és hirtelen szokott, amikor már teljesen akkor szokott áttörés lenni. Tehát nem véletlenül kényszerítik bele, szerintem értelmetlenül és öngyilkos módon az ukránokat az újabb és újabb támadásokba. Hát naponta 10-20 támadás zajlik. Nem tudom, mennyire jut át ezzel a magyar olvasókig, vagy a politika iránt érdeklődő emberekig, de naponta 10-20 támadást vernek vissza az oroszok, és ez mind abba az irányba mutat, hogy eszük ágában sincs az ukránoknak ezt a stratégiát feladni. És ezt a NATO jól ellenőrzés előkészíti. Tehát az a kérdés, hogy melyik oldalon következik be az a fajta hirtelen áttörés, amiről beszélünk, és nem véletlen, hogy a világ nagyon is abban érdekelt, amit mi békének nevezünk. Tehát ha megnézzük a nyugaton kívül, a NATO-n kívüli világot, mindenütt béketörekvések vannak, és béke. Van kínai elképzelés, van afrikai elképzelés, van szaudi elképzelés. Most nem akarom tovább mondani. Hát nyugatit nem ismerünk, illetve hát az Zelenszkijé. Ruszkik haza. De ez kevés, igen.
Beszéljünk akkor a világ többi részéről egy picit. Annál is inkább, mert bizonyos területeken azért a diplomácia működik, vagy a diplomáciai csatornák nyitva vannak, méghozzá a nyilvános diplomáciai csatornák is, mert ugye azt is tudjuk, hogy titokban az amerikai és az orosz fél is egyeztet egymással. Viszont véget ért a második Oroszország-Afrika csúcs találkozó, amelyen a résztvevők a terrorizmus elleni küzdelem, az információ biztonság és az űrfegyverkezés megakadályozásának kérdését is érintették. Az, hogy egyáltalán létre tudott jönni 2023-ban Szentpéterváron ez a csúcs találkozó, ez mekkora siker Putyinnak, vagy sikere egyáltalán? Most tekintsünk el megint a különféle propaganda eszközöktől, hogy ezt hogy lovagolják meg Oroszországba, Afrikába, Nyugat-Európában, hát azt látjuk, hogy egyetlen mondatot emelnek ki ebből a kérdéscsoportból, amit a szerkesztő úr itt felvetett, és ez az egyetlen kérdéscsoport nyugati szemmel az, hogy az afrikaiak is követelik a békét kvázi az oroszoktól. Most túl azon, hogy egy oldalú, miről szól ez az egész? Az egész arról szól, hogy Oroszország felszámolja a diplomáciai elszigeteltségét. Tehát alábecsülték az orosz befolyásnak a szerepét a modern világban. Azt gondolta a Nyugat, hogyha ő nem létezik, akkor nem létezik Oroszország. Na de kiderül, hogy még a gabona ügylet, a gabonaszállítások, orosz befagyasztása a Fekete-tengeren, még ez sem zúzta szét Oroszország tekintét Afrikába, pedig ugye az ember azt gondolhatta, hogy ez egy nagy csapás Oroszországra. Nézze, inkább hajlandó néhány afrikai országba Putyin mondjuk így rövid távon ingyen gabonát szállítani, mintsem, hogy a saját pozícióját a nyugattal szembe feladja. Én ezt tartom az orosz diplomácia legnagyobb áttörésének, hogy világossá tette, hogy se keletre, se délre nincs elszigetelődve. Ez teljesen egyértelmű. Na most a másik momentum, ami túl van ezeken a tárgyalásokon. Magyarul a nyugat nem egyenlő a földbolygóval. Nem egyenlő, ez most bebizonyosodik egyébként, az egész háború lényegében erről is szól, de ami nagyon izgalmas ebben a dologban, hogy az oroszok felhasználják a szovjet antikolonialista hagyományt nagyon ügyesen. Tehát példát csak, hogy illusztráljam ezt a példát, ugye az amerikaiak legyilkolták a kongói szabadságharcost annak idején a 60-as években Patrice Lumumbát, és elnevezték Patrice Lumumbáról, ugye a sok nemzetiségű egyetemet, a Barátság Egyetemet Moszkvában, majd a rendszerváltás után az új hatalmi elit a 90-es években levette Patrice Lumumba nevét. Na most 2023-ban az oroszok visszaadták Patrice Lumumba nevét, tehát az afrikai függetlenségi hagyományt, ez eredetileg egy forradalmi, antikolonialista hagyomány volt, a konzervatív orosz rendszer kell, hogy használja. És nagyon is eredményes. Nagyon érdekes jelenetek voltak egyébként napokban Niger fővárosában, ahol egy egészen furcsa pucs zajlott le. A testőrség tartóztatta le az államfőt, és Putyint éltető tömeg lepte el a fővárost. Putyint éltető és a egykori gyarmatosító Franciaország elnök egy gyalázó tömeg lepte el a fővárost. Egészen furcsán csapódik le egyébként Afrikában ez a mostani helyzet, és lehet, hogy ez is illeszkedik ebbe a bizonyos antikolonialista. Ezt azért nem hoztam csak föl kifejezett példaként, mert még nem lehet pontosan látni, hogy merre mennek itt az események. Lehet, hogy a kedves nézőink már ezügyben okosabbak lesz. Abbak lesznek két nap múlva, de az kétségtelen, hogy illeszkedik ez az tudjuk, antikolonialista hagyomány ebbe az egész dologba, és az afrikai függetlenség, és az a törekvés, hogy Afrika ugyanolyan részvevője legyen a politikának, a világpolitikának, mint a NATO, az Európai Unió, az afrikai szervezetek, az arab szervezetek, a Dél-Kelet, a BRICS, tehát amiről itt többször beszéltünk, hogy végbe megy ez az új blokkosodás a világban.
Tehát már nem ez a két front lesz, hanem több front, és ezen a modern kapitalista világrenden belül ezek az új blokkok nagyon különféle dolgokat fognak képviselni. Tehát erre szoktuk mondani, hogy a NATO egy avit szervezet. Az a régi időkből itt maradt egy teljesen felesleges katonai tömörülés. Az új korszakot még nem értik, de egészen bizonyos vagyok benne, hogy a háború után egy másik világrend lesz. Új szabályokkal, ugyanis most minden le van rombolva. Minden biztonsági szabály, amit kiizzadtak a korábbi fél évszázadban, vagy korábbi majdnem egy évszázadban Európában és a világban. Ez beomlóban van. Ez az ENSZ struktúráját sem fogja végül változatlanul hagyni. Tehát az én, vagy a mi utánunk következő fiatal generációk egy másik világrendbe fognak élni. Amiben nem tudjuk, hogy mennyire jön elő ennek a hierarchisztikus világrendnek a megkérdőjelezése. De egyre több ember jön rá, hát nem csak az afrikaiak miatt, hogy itt végtelen egyenlőtlenségek uralják a szisztémát. Fent lehet-e tartani ilyen egyenlőtlenségek mellett? Ki hiszi el ilyen egyenlőtlenségek mellett, hogy komolyan gondolják a zöld programot, hogy a bolygó felmelegedésének problémát valójában meg akarják oldani? Hát ha erről szólna a világtörténelem, nem az amerikai hegemóniáról, vagy az orosz hatalmi törek, vagy a kínai hatalmi törek, vagy az Európai Unió hatalmi törekvése, akkor ezeket az óriási összegeket nyilván a felmelegedés meggátolására használnák föl. De nincs az a 100 milliárd euró vagy dollár, amit ne fordítanának még mindig a fegyverkezésre, miközben a hivatalos sajtóban, nyugaton állandóan a felmelegedés elleni propaganda megy. Hát a propaganda azért propaganda, mert nem valóságos, mert nem arra fordítják a gazdasági, pénzügyi forrásokat, hanem a háború további finanszírozására, ami a recesszióból talán segít. Igen, újságíróként is önkritikusan meg kell jegyeznem, hogy sajnos kétszer annyi globális felmelegedésről vagy környezetpusztításról szóló cikktől nem lesz kisebb a környezetpusztítás. Semmiben. Miközben ugyanez a felmelegedés, meg LMBTQ, meg egyéb demokratikus sajtó háborús úszító. Egyidejűleg. Tehát ez nem csak a képmutatás leplezi le, hanem a hatékonytalanságát ennek a sajtónak. Ki hiszi el ezek után? Tehát az embereket nem szabad bolondnak tekinteni. Akiket puszta agymosással lehet irányítani. Egy darabig lehet, aztán azt mondják, állj. Igen, nagyon érdekes kérdés, hogy a egyáltalán, de ez messzire vezet, és lehet, hogy érdemes lesz egy média blokkot csinálnunk valamelyik adásunkban, hogy a mainstream média kereten és nyugaton mennyire veszítette el a hitelességét, akár a háború, akár a COVID-járvány időszakában. Viszont van még egy téma, körülbelül 10 percünk van, és van még egy téma, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, nagyon szorosan kapcsolódik egyébként az Afrika csúcshoz. Ugye, amikor korábban többször beszéltünk szankciókról, és arról, hogy ezek a szankciók mennyire lehetnek eredményesek vagy nem, akkor, ha jól emlékszem, példánk is volt az eredménytelenségre, egyébként Észak-Korea, amelynél ugye elszigeteltebb és szankcionáltabb államot nagyon nehéz elképzelni, és az én számomra úgy tűnik, hogy Észak-Koreának ez a háború kifejezetten jól jött abból a szempontból, hogy Oroszország és Kína, ha már arról beszélünk, hogy a nevére veszi a nyugat az ukrajnai háborút, akkor Oroszország és Kína sokkal kevésbé szégyenlős most Észak-Koreával kapcsolatban, mint korábban volt. Lehet az, hogy ez a háború, ez kiszabadítja ebből az elszigeteltségből ezt az országot? Hát bizonyos értelemben ez már múlt idő. Kiszabadította. Ez tulajdonképp múlt idő, már a Trump is járt ott. Igen. Igen. Emlékszik igen. A szerkesztő. Hogyne. Trump felkereste így van. Az észak-koreai vezetőt. Miután a szankció mint világpolitika. Ma már azt lehet mondani, hogy a szankciós politika lett az irányító, szabályozó eleme a világ gazdaságának. Ez egy teljesen új helyzet.
hát azok a kollégáim, jó ismerőseim, sőt barátaim is voltak, akik megtévedtek, és azt gondolták, hogy visszafordíthatatlanul eljött a szabad kereskedelem időszaka. Hát bebizonyította a modern kapitalizmus, hogy az Isten áldjon meg bennünket. Hát itt 33 éve nincs Szovjetunió. 33 éve nincs semmilyen európai szocialista kihívás. Nincs szocializmus. Na de a kapitalizmus ugyanúgy csinálja a háborúkat. Ő maga számolta föl ezt a szabad kereskedelmet, amit meghirdetett az egyik alapítójának a legnagyobb elkeseredésére, akit ma oroszpártiként bélyegeznek meg. Hát egy egész hihetetlen helyzet áll elő. Na most, amikor így néz ki a dolog, akikkel szembe megy a szar, tehát nem moralizáljuk agyon, meg próbáljuk, akik ellen megy a szankció... Bocsánat, nevezzük meg, kire gondolt az imént. A fő neoliberális Sachsra. Sachs, az amerikai lapokban hirdette meg. Egész érdekes. Úgyhogy az ember ezzel tulajdonképp csak nevet. Egész fantasztikus. Na, de hogy itt megszakítottuk, hogy itt nem választják ezt a, hogy most Észak-Koreában működök együtt, vagy Iránnal működök együtt. Tehát akik ellen a szankció be van vezetve, azok elkezdenek egymással, mert nincs más, amikor a Blinken azt mondja, hogy hát azért ment a Shoigu Észak-Koreába, hogy fegyvereket kapjon. Na most nyilván azért is ment. Hát milyen fegyvereket tud adni Észak-Korea Oroszországnak? A Blinken szerint adnak ő nagyon határ. Én meg ezt mondjuk talán el is hiszem neki. Mit tud? Hát mindenek előtt lőszert. Minden mennyiség. Már pedig egy felörlő háborúban. Hát az... nagyon nagy szerepe van. De még azt is el tudom képzelni, bizonyos nagyon egyszerű drónokat, nagyon egyszerű rakétákat, óriási mennyiségben. Ezt akartam mondani, valószínűleg olcsó és tömegméretekben előállított. Ugyanígy vagyunk Iránnal. Szegület. És Oroszország is tud adni számos olyan dolgot csereként, mind Iránnak, mind Kínának, mind Észak-Koreának, de Indiának is, amely tulajdonképpen egy ilyen blokkosodást létrehoz. Más kérdésben nem lesz blokk. Tehát azt tudják az amerikaiak is, hogy az oroszok aztán diplomáciailag igazán támogatták Észak-Koreával szemben az Egyesült Államokat. Nagyon hosszú ideig a korlát. Irán ügyében is az atomfegyver kifejlesztésével a nyugat álláspontján volt Oroszország is, és kordában tartotta is volt ezeket az országokat, de ez sem volt elég. Tehát az oroszok nem tudtak annyira nyugatosok lenni, hogy azt mondják nekik, na jó, hát Ukrajnában olyan sokan vagytok a lakosság fele orosz, akkor oda nem terjesztjük ki a NATO-t. Ennyit nem tudtak mondani, és az oroszok itt besokaltak. Tehát vége ennek a, hogy mondjam, közös szankciós politikának. Itt most valami új korszak, amiről beszéltünk, de az biztos, hogy itt olyan kapcsolatok jönnek létre, amelyek a távolba tekintve is fontosak lesznek, mert ezeket nem szokták elfelejteni egymásnak, ezeket a kedvezményeket a nagyhatalmak. Mint hogy Oroszország sem felejtette el, hogy azokon az európai energiapiacokon, amelyeken ő rajta volt, nagyon szívesen bármikor visszamenne természetesen, erről is szilárdan meg vagyok győződve. No, hát ez volt ma a két tűz között, az ATV, az Ultrahang és az Árral szemben YouTube csatornáján. Nagyon köszönöm Krausz Tamás tanárulnak, hogy eljött hozzánk. Nagyon jó pihenést neki, de kedves nézőknek mondom, hogy leszünk jövő héten is, csak Zoom-on, mert a tanár úr külföldön lesz, és Király Tamás barátunk pedig még néhány hétig nem lesz, úgyhogy kettőnkkel kell beérniük a kedves nézőknek, hallgatóknak. Mindenkit arra biztatok, hogy iratkozzon fel az ATV, az Ultrahang és az Árral szemben YouTube csatornájára. Várjuk vissza önöket a jövő héten is, viszont hallásra, viszontlátásra.